Kedves testvérek, közben olvasok majd három igét, amikor odaérkezem, egy kicsit rendhagyó módon szolgálok, nem előre veszem a textust, hanem közben olvasom. Tegyük fel, ez egy elképzelt történet, hogy pünköstkor egy olyan fiatal, 20 éves házaspár talán, akik ritkábban járnak templomba, bevetődnek, és ott megállnak a sarkba, és fogják látni, hogy meg van terítve az Úr asztala, és el tudnám képzelni, hogy azt mondja a férje a feleségnek, vagy a feleség a férjnek, hogy te, milyen ünnep van ma? Miért van megterítve az Úr asztala? És lehet, hogy a sarokba álló Mészáros István, vagy a kedves vendéget fogadó presbitertársam, kedves Mihály testvérem, oda szólna, hogy pünköst. És úgy leülnének egy kicsit magukba húzódva, és vagy az egyik, vagy a másik, el tudnám képzelni, sajnos nagyon is, hogy az milyen ünnep te. És én nem vagyok benne biztos, hogy a másik a pünkösdi rózsán kívül feletté sokkal többet tudna mondani, talán az, hogy akkor nyílik a pünkösdi rózsa, vagy mert akkor még nyuszi sincs, tojás sincs, kereszt sincs, bölcső sincs. Vajon mit mondhat a pünkösdről valaki valakinek, aki a mai fiatal is, még követ se dobjunk rájuk. Én attól tartok, hogy zavarba volnának, hogy meg van terítve az úrasztala, és mi is az, hogy pünköst. De ez így olyan elfelejtett, elhanyagolt, egyre inkább valahol háttérbe szorult ünnep, pedig hát ha nincs Isten szent lelke, akkor semmi sincs testvér, akkor semmi sincs. Az Isten szent lelket teszi Jézus bölcsőjét, és keresztjét, és feltámadását, és mindent azzá, ami. Az fordítja le számunkra a lélek. Na most, ha valaki azt kérdezi, na hát akkor tessék, olyan nagyon summásan, mint hogyha konfirmáción mondaná valamikor az öreg bajtár, mondta valamikor, hogy mi különbség van a pünkösd előtt és a pünkösd utáni ember között, vagy a keresztjén között, akkor én nagyon egyszerűen így próbálnám megfogalmazni, hogy pünkösdig, illetve áldozó csütörtökig, mennybe mehet el napjáig, Jézus a tanítványaival járt részben, 33 évig testben, azután a feltámadás után 40 napig szellemi testben, pünköstől kezdve nem velük jár, hanem bennük jár. Lénye szívódik beléjük, ha egész primitíven fogalmazzak, a lelke az emberi lélekbe beszívódik, és attól kezdve nem velünk, hanem bennünk jár, a mi lábunkat használja, a mi szemünkön néz ki, a mi szájunkon szólal meg, a mi kezünkkel simogat, aki szent lélek által fogan. Mert ne felejtsük, hogy mindnyájan Mária lelkek lehetünk, ti vagytok az én fitestvérem, nőtestvéreim és anyám, mondja Jézus, mi is lehetünk, mi is fogadhatunk Szentlélek által Krisztust, azaz krisztusi gondolatokat, tetteket, szolgálatokat, szeretetet, ami azután testben, szolgálatban, szeretetben megjelenik itt ezen a földön. Krisztus szülők lehetünk mi is átvitt szellemi értelme, és ezt a Szentlélektől van. Tehát, hogy próbálja még egyszer mondani, hogy a pünkösdig Krisztus a tanítványokkal járt, pünköstől kezdve immáron 2000 évig, akik kérik, azoknak adja, azokban benne van, az emberi psziché befogadja az Isten szent lelkét, csodálatos misztérium az, mint ahogy misztérium volt Mária fogantatása, ez is misztérium. Alig tudok ennél többet mondani, nem ismerek, mert ez már olyan nagy titok, de egyszerre csak
valaki nem csak lelkendező ember, hanem lelkes ember is. Van lelke plusz szent lelke benne a Krisztus. Talán még egy mondattal így mondanám, hogy a Szentlélek nélkül érő egyébként becsületes, humanista, rendes, tisztességes ember, azt mondhatja, hogy én ember vagyok, az a tanítvány, aki kérte és kapta a szent lelket, pedig azt mondja, hogy ember plusz vagyok, a vagyok, akivel vagyok, tudnék, így mondta Isten, én vagyok a vagyok, tehát én egy ember vagyok, de az Istennel vagyok ember, ember plusz vagyok, Istennel járok, és Isten én velem. Velem vándorol utánom Jézus, de most már bennem vándorol utánom Jézus. Ez történik pünköstkor, hogy akkor beléjük költözik, ott dadog, ahogy már sokszor próbáltam én is még inkább dadogni, Lukács evangélista, mintha szél fújt volna, hózáj van, ott egy görög szó, ott azt mondja, hogy mintha, nem lehet lefesteni, nem lehet leírni, nem lehet elbeszélni, mintha valami tüzes nyelvek villogtak volna a fejük fölött, és az úgy beléjük szívódott, itt a leírhatatlan kísérli meg leírni az evangélista, tehát valami csodálatos dolog történik, és attól kezdve tökéletesen megváltozik az életük, a gyávák bátrak lesznek, a tanítványok mártír halálba mennek, dalolva, ezt emberi lélekkel képtelenség elképzelni, csak úgy, hogy tudjuk, hogy volt valaki még bennük, az a Krisztus, aki keresztre ment, ezért tudtak ők is dalolva keresztre menni, ha kellett, vagy ha nem is dalolva, de mentek. Be a Circus Maximusba is meghalt. Na most tovább gondolva ezt, hadd merjem azoknak, akik tényleg nem sokat tudnak mit kezdeni ezzel a csodálatos ünneppel, hogy van egy hívószáma, egyszer én így erről beszéltem, hogy van egy hívószáma a Szentléleknek, ez a Lukács 11-13, most egy kicsit képekben gondolkozok, hogy mint a telefonhívó száma, pontos idő, és föl lehet hívni a 8-at, és akkor egy pár másodperc múlva egy kis hangot ad, és bemondja a pontos időt. Hogy mondjam, tessék följezni, látok egyesek kezébe ceruzát. Szentlélek hívószáma a Lukács 11-13. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik. Hívószám Lukács 11-13. Mennyivel inkább? Tehát kérni kell újra és újra és újra. Lehet, hogy nem fogunk valami nagy misztériumot átélni, se zúgás, se tüzes nyelveket, csak egyszerűen, na és most itt érek át a lényegre, mások fogják megérezni, hogy ez az ember más. Ez nem csak ember, hanem ember plusz vagyok. A vagyokkal van ember. Ez egy sajátos ember. Ennek más a töltése. No, testvérek, három nagyon szép képét mondom a Szentlélekkel járó embernek. Három kép. Azért külön szeretem ezt a három képet, mert szinte beleugrik a szemünkbe, a szemünkön keresztül a szívünkbe. Na most olvasom az elsőjét. 1 Korintus 3.16. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakik bennetek? Kik vagyunk mi? Isten temploma. Ez az egyik kép. Jaj, de szép kép. Az egész szolgálat ott ugrott be a szívembe, a lelkembe, és ott indult el egy gondolatmenet,
hogy egy nagyon szép kis templomot, már nem tudom, hol a TV híradó mutatta, egy kis hófehér templomot egy dombtetőn, nagyon-nagyon régi Árpád korabi templomot restauráltak, és úgy messziről mutatta azt a hófehér kis templomot, és olyan szépségesen szép volt az a pici templom, hogy átforrósodott a szívem, hogy jaj, de szép. Azután ment közelebb, aztán bement a kamera a templomba, és ott minden ragyogott, tiszta volt, valami csodálatos, tiszta, hogy tényleg a műemlék bizottság, meg gondolom milliárdokért vagy milliókért, rendbe tették azt a nagyon ősi, ritka magyar Árpád korabeli templomot, messziről világított, és közelről bent is ragyogott az egész, valami csodálatos szép volt. És az ugrott be, hogy van egy ilyen, igen, hogy a ti testetek, ilyen a Szentlélek temploma. No, eljött az idő, testvérek, van még egy hetünk, kicsit meszelgetni, egy kicsit restaurálni, egy kicsit takarítani. Ugye van karácsony előtti, húsvét előtti, annyi nagy takarítás, majdnem fogadni mennék, hogy pünkösd előtti nincs, mert az valahogy még, mintha ez is kimaradna, ahol van, hát akkor most ám takarítsunk a konyhába, ám takarítsunk a szobába, mert van, ahol nem is nézik, minden ünnep előtt takarítanak, még szombaton is, de itt belül, testvér. Az itt azért egy kicsit végig kellene gondolni, kérni az Isten szent lelkét, hogy hát nézd, annyi minden van benne, Uram. Na de első, hogy azt előbb sok mindent ki kéne töltögetni. Igen, van egy kedvenc italom, a zöld alma, mindig szegény páromat üldözöm, hogy valahonnan szerez már, az a legkedvencebb, itt nagyon, nagyon üdít, fölfrissít, mindenkinek ajánlom. Nem csinálok ABC propagandát, de igen, jó, jó ital. És az egyik üveg alján is volt egy kis zöldalma, meg a másik is. Na mondom, de jó volna most ez, hogy egybe öntöm, mert itt nem jó, hogy két üvegben van. Kerestem egy nagy üveget. Én nem tudom, micsoda valami összezagyvált maszat volt abban, valamikor csinálhattam valami limonádé félét, és úgy megzavarosodott, vagy megbudjant, ahogy szokták mondani. És arra gondoltam, ha én most ez így alá tartom a fürdőkád alá, és hiába önteném bele a két maradék zöldalmát, az mellé csorogna. Teli üvegben nem lehet beletölteni. Ha én tele vagyok mindenféle, na, mindenki tudja, hogy mivel van tele. De akkor hiába kéri, hogy Uram, add. Hát hova? Ha tele vagyok gonddal, méreggel, gyűlölettel, harag, nem is sorolom. Félek, ha sorolnám, akkor valami kimarad, és valaki örülne, hogy napont azt nem találta el az öreg bajtár, amivel én tele vagyok. Hát tessék csak gondolni, hogy ki mivel vagyunk tele. Hát előbb ki kell önteni. Hogy abba bele lehessen tölteni. Meg kell üresíteni magunkat. Testvérek, olyan a szép, ugye egy kis mellékes mondat itt, amikor együtt vannak mennybe menetel után a tanítványok egy jeruzsálemi felházba, valószínű Márk János házába, mikor itt így történik az, hogy amikor hazaértek, felmentek a felső szobába, ahol megvoltak szálva, mégpedig Péter, János, Jakab, András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab és Alfeus fia, Simon a Zelóta, Júdás, a Jakab fia, tehát nem az áruló, ezek valamennyien, na most ide tessenek csak figyelni, egy szívvel és egy lélekkel. Hú, testvér, egy szívvel, egy lélek. Egymásra hangolódva. Van egy ige itt, egy görög ige, szimfonézózin, szimfónia. Egy alaphangon, egy becsendülve, együtt voltak. Egy lélek kitartóan vettek részt, miben? Imádkozásban az asszonyokkal, és most valami szép jön itt, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel, azaz Jézus rokonaival együtt. Na nem csak a 12, még bele gondolni is döbbenetes, hogy kétszer kapja Mária Jézust, egyszer
amikor Jézust fogadja csodálatos ilyen vagy olyan módon, és egyszer, és én azt hiszem, ez még nagyobb misztérium, amikor Mária a tanítványokkal együtt újra kapják Jézust a Szentlélek által. Újra befogadják. Újra találkozik az édesanyja a fiával. Misztikus módon belül a lelke mélyé. A pünkösd egyik misztériuma, csodája. De nem csak ő, az összes tanítványok. Itt már nem két tüzes láng, sok-sok-sok lészre oszlik. Föltölti őket, mert üresek. Kiüresítették magukat. Ők kiüresítették. És akkor egyszer csak hirtelen megtelnek Jézus lényével. És Isten templomaivá lesznek. Lehet, próbálgassunk ezt a mi templomunkat nagy takarítani, kedves testvérek. Ez az első kép. A második kép erről érdekes. Ilyen hosszú szolgálat alatt még sose beszéltem. El is szontyolottam, hogy hát úgy kell meghalni, hogy egy csomó ige kimarad, és már több mint 50 éve hirdetem az igét, és még mindig van ige, amiről nem beszélt. Van. A 2 Korintus 3.1.2. Hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt, mert Krisztus jó illata vagyunk az Isten dicsőség. Emlékeznek erre az ígéretestvérek? Kik vagyunk mi? Szinte restellem kimondani. Hát jó illatot terjesztő emberek lehet. Krisztus jó illata. Ezt mondja Pál. Ezt írja a hívőknek, a tanítványnak. Jó illatú emberek vagytok, mert bennetek a Krisztus, bennetek a Szentlélek. Testvérek, mindenki valamilyen, most a szó szellemi értelmebe érem, valami illatot áraszt maga körül. Mikor jött a tavasz, egy reggel az ebédlőajt ablakot kitártam reggel, szinte hátra léptem, akkor nyíltak, akkor éjjel ki az orgonák, bezúdult a zobámba az a sok-sok-sok orgona, ami körülveszi a kertemet. Mint fehér, lila, meg annyi féle színű, hogy hirtelen éjjel kinyíltak, hogy mélyen beszívtam az orgona illatot. És olyan érdekes, hogy aznap valakit küldtek hozzám, egy fiatal embert, hogy már így mondom, egy kicsit úgy félve a szülők, hogy hát beszélj már velem, mert valami nem stimmel nála. Hát menjen el az öreg gyököshez, hát el is jön, és tetszik tudni, mi nem stimmelt. Az nem stimmelt, hogy voltak rendes, kállamista, vastagnyakú szülőknek, a fiúk, de igazán megtért, vette a Szent Lelket. 5 percen belül megtelt a szobám illata. Nem tudom másképp mondani. A beszédje, ahogy nem lelkendezett, ahogy elmondta, hogy mi történt vele. És hogy a szülei nem ért. Most mit csinálják? Hát nyugtassam meg a szülőket, hogy nem beteg, hanem illatozik a fiúk. Árasztja az Isten Szent Lelkét. Hát 5 perc múlva a szobám elkezdett ragyogni. És kérdezgettem, és én is átmelegedtem tőle. Úgy mondom, hogy illatot hagyott a szobámba. Nem tudom szebben elmondani. Ő nagyon egyszerű szavakkal elmondta, hogy mi történt vele, és én csak újongani tudtam, és a végén azt mondtam, hogy hát fiam, hagyjuk abba, gyere, imádkozunk. És hirtelen az a fiatal ember, aki valami egyetemet végez, valami, mégpedig egész elvont egyetemet, kibudjan belőle a dicsőítő imádság. Ömlött az illat belőle. Isten illatja. Jó illatú ember. Ki mit vesz be, azt illatozza ki. Vannak olyanok, hát legyen a hitük és egészségük szerint, akik fokhagymát nyelnek, magas vérnyomás, és nem tudom mi ellen, és ők ostyába, mondta valaki, tessék ostyába lenyelni, mert akkor nem fogják megérezni. Testvérek, 2 hét múlva, még itt a bőrön is átjön. A 12 ostyába tesszük akkor is. És az illető nem érzi, hogy mi ez,
legfeljebb ülőhelyet kap a villamosba, az biztos. Ott mindenki eltávolodik a környékéről, és azért milyen jó, hogy milyen udvariasak vele az emberek. Nem, testvérek, menekülnek a fokhagymaillat. Na most ugye értsük meg, hogy vannak ilyen illatú emberek, akik körül egy űrtámad, hogy jaj, jobb ezzel nem beszélni. Fröcsköli a mocskot, na, hát nem tudom másképp mondani. Akármiről beszél, nem kell csúnya szavakat mondani. Dűl belőle a sötétség. És van, aki illatozik, mint az a fiatal ember, mint egy orgonás kert, mint egy liget. Hát lehet ez a közösség is egy ilyen illatozó liget. Aki veszi és kapja az Isten szent lelkét, az temploma Istennek, és Istennek jó illata. A harmadik, és ezzel be is fejezem, 2 Korintus 3.1.2. Szükségünk van-e, mint némelyeknek hozzátok szóló, vagy tőletek kapott ajánló levelekre? A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva szívünkbe, amelyet olvas minden ember. Ti vagytok Isten episztolája, görög szöveg szerint, azaz ajánló levél. Nos, a szent lelket kért, kapott, vett ember, mert ez újra és újra kell kérni, újra és újra föl kell töltekezni, és újra tisztogatni kell magunkat belül, imában, csöndben, úgy, ahogy ott a Mária meg a tanítványok tették, ráhangolódva, kérve, és akkor kapva, és akkor Isten templomaivá váltak, Isten jó illatává válnak, és ez a harmadik, Isten levelévé válhat. Volt egy idő, amikor hadvezérek és királyok nem merték a titkos üzeneteket leírni, mert hát, ha elkapják, és akkor kicsikarják, vagy elveszik a leveleket tőlük, ezért kívülről megtanították az üzenetet, és ezek a futárok, vagy kengyelfutók így nevezték, vagy mit tudom én, hogy nevezték, de futárok kívülről tudták a rövid üzenetet, és rohantak, és mentek, és vitték az üzenetet. Hát ilyen küldöncei, apostello, apostol, az küldöttet jelent. Futárt jelent, ilyen apostoli szolgálatot bízott ránk az is. Isten apostolai, Isten futó futárai, Isten levelei vagyunk, a szívünkbe, lényünkbe írta Isten az üzenetet, bárki elolvashatja, nem kell nagy felolvasást tartani valakinek, csak leülni vele is akármiről, beszélgetni, így ahogy mondom, szinte akármiről. Mert akiben ott a lélek, az akármiről beszél, az valamiképpen ott mindig a templom van jelen, valamiképpen mindig az Isten jó illata van jelen, és valamiképpen valami üzenetet visz. Valami üzenet. Akkor is, hogyha még Jézus neve nem is fordult talán elő, de majdnem biztos, hogy valahogy valamiképpen, igen. Valami jó hír. Hát mi az evangélium? Jó hír. Valami evangéliumt, valami jó hír. Ne félj. Bátorítást, erőt. Az erőnek lelke, vigasztalásnak lelke, bátorításnak lelke, az Isten szent lelke. Testvérek, befejezem, summázom. Van egy hívószámunk, Lukács 11-13, tessenek kérni újra és újra, tessenek hozzákezdeni a nagy takarításhoz. És nem mi, mások fogják érezni azt, hogy itt valahogy nem csak egy ember, hanem egy kicsit egy fehér picurka templom van jelen, egy tiszta templom. Itt jó illat árad, akármit mond, jó illat árad. Ennek az embernek a szívébe üzenet van beleírva, akármit mond, üzen, égi üzenet továbbítója. Aki veszi, kéri, kapja Isten szent lelkét. Hát nem csodálatos. Bizony az. Köszönjük meg, testvér. Amen.